Tudjátok, van az az állapota az arcbőrnek, amikor egyszerűen tökéletes, nincsen rajta semmi pattanás, semmi ragya, semmi folt, egyszerűen gyönyörű és ragyog, és simán ki lehet menni smink nélkül is az utcára. Na, ez az állapot nálam ma reggel ért véget, amikor is legalább 3 vagy 4 ragya jött ki rajtam egyszerre, szóval ne is beszéljünk róla inkább, tényleg. Sziasztok! A mai az egy antikedvences vagy csalódásos videó lesz, tehát olyan termékekről fogok nektek beszélni, amik sajnos nekem valami miatt nem lettek a kedvenceim. Úgy vettem észre, hogy szeretitek és hasznosnak tartjátok ezeket az antikedvences videókat, és egyébként én magam is nagyon szeretem őket, és imádom nézni mások YouTube csatornáinak. De szeretném most is felhívni a figyelmet, hogy esetleg a most bemutatott dolgok között van olyan, amit ti imádtok és szerettek és használtok, akkor ne vegyétek magatokra. Tudom, hogy ez egy érzékeny dolog, én sem szeretem, amikor mások lehúznak egy olyan sminket vagy bármit, amit én imádok, de tudjátok, hogy nem vagyunk egyformák, úgyhogy nem is húzom a szót, hanem nézzük is, hogy mik ezek a termékek. Itt van először is ez a Soap & Glory Hand Food kézkrém, amit még valamikor egy bécsi kirándulás alkalmával vettem, ugye rengetegen áradoznak róla, hogy mennyire jó. És egyébként tényleg nagyon jó, nagyon jól indult vele a kapcsolatom, mert tényleg egy gazdag, tápláló, sűrű kézkrém, de mégis hamar beszívódik, jól hidratál. Azt vettem észre, nem is tudom, 1 vagy 2 hónapja, hogy amikor így akartam kinyomni belőle, akkor egy ilyen fura lé jött csak ki. Hát gondolom lehet, hogy egy picit ketté vált, sokáig nem használtam, és ezért jól laposan felráztam, hogy hát ha majd akkor így összekeverednek a, nem tudom, az összetevők, de igazából egy ilyen tök folyós valami lett belőle, ami eléggé undorító, kicsit darabos is, így már nem tudom használni, mert egyszerűen tényleg gusztustalan, és nem értem, hogy miért történt ez néhány hónap után, mert a hátulján azt írják, hogy a felbontástól számított 24 hónapig érvényes, és én ezt, hogyha jól emlékszem, akkor decemberben vettem, tehát egy olyan nagyjából 3/4 évvel ezelőtt, szóval még a közelében nem járok a 24 hónapnak, úgyhogy ez eléggé csalódás volt számomra, hogy ilyen hamar, nem is tudom, megromlott ez a kézkrém, mert annyira azért nem olcsó, és tényleg nagyon szerettem, de nagyon sajnálom, hogy így jártam vele. A következő dolog az a L'Oréal Paris Casting Sun Kiss Tropical fokozatos hajkivilágosító spré, amiről szerintem már volt szó itt-ott különböző videóban. Ennek ugye az a lényege, hogy a hajatokra fújjátok, és akkor hő vagy a napsugárzás hatására, ugye a meleg hatására így enyhén kivilágosítja a hajatokat. Én ennek jobban szerettem az előző verzióját, a Casting Sun Kiss Gelit, mert szerintem a sokkal koncentráltabban lehet felvinni. Ennek ugye ilyen szórófejes, pumpás flakonja van, és nekem ezzel az a bajom, hogy nem tudom kontrollálni pontosan, hogy hova és mennyit fújok, hiszen ugye kifújom, és akkor itt szóródik mindenfele ez a cucc belőle, úgyhogy nekem ez a flakonos, pumpás Casting Sun Kiss Tropical nem igazán vált be, és én úgy is vettem észre, hogy a Sun Kiss Jelly-vel ott valahogy jobban látszik az eredmény, mint ennél, pedig ezt is többször egymás után a hajamra fújtam, de valahogy csak nem akart olyan lenni a végeredmény, mint a Casting Sun Kiss Jelly-vel. A következő termék az az Ebelin acetonmentes mandula illatú körömlak lemosó, amit a DM-ben lehet kapni. Én egyébként az Isana mandulás körömlak lemosóját használom, amit meg ugye a Rossmannban lehet kapni, de amikor a legutóbb elfogyott, ott pont nem jártam Rossmann környékén, hanem bementem a DM-be, és ott igazából ezen kívül nagyon más körömlak lemosó nem is volt, úgyhogy ezt vettem meg, de ez egyszerűen katasztrófa. Úgy kiszállította a körmömet, a körömágybőrt, meg mindent, hogy az tragédia, nem tudom, mit fog vele csinálni, de tényleg nagyon-nagyon szárít, úgyhogy biztos, hogy ebből soha többet nem fog venni. A következő egy testápoló termék, mégpedig a Balea holtengeri olajos sós citromfüves testradírja, ezt ugye szintén a DM-ben lehet kapni. Az a problémám vele, hogy olyan, mintha egy ilyen kétfázisú testradír lenne, mert hogy konkrétan az olaj az kiül a tetejére. Tehát használat előtt fel kell keverni, hogy jól elkeveredjenek ezek a sószemcsék az olajban, és akkor úgy tudod felvinni, de igazából tök nehéz kézzel kibányászni, tehát kb. Oda kell vinni egy kanalat, amivel fölkevered, és utána kimersz belőle, és fölviszed a bőrödre. Szóval nekem ez így az állaga miatt nem igazán jött, de ez, hogy így külön válik az olaj, és akkor ott kevergessen, meg ki
bányászni, arról nem is beszélve, hogy a kárnak a széle az tiszta olaj, ahol ez a tégely van, mert mindig kifolyik belőle, szóval. És még egy arcápolási termékről szeretnék nektek beszélni, ez szintén egy Balea termék, ez a Soft and Clear pattanástalanító kis gél, amiben szalicilsav van, és ennek ugye az a lényege, hogy a pattanásra így rá tudjátok nyomni, és akkor ez ott elvileg kifejti a hatását, és segít, hogy a pattanás hamarabb elmúljon, leszáradjon, lehúzza a pirosságot, blablabla. Bla, bla. Viszont az a bajom vele, hogy nem igazán hatékony. Tehát nem nagyon csinál semmit a pattanásokkal. Én korábban használtam az Essence-nek egy ilyen pattanástalanító zseléjét, amit már többször több helyen elmondtam, hogy imádtam, de megszüntették. Hát ez Murphy nyilván, amit szeretek, azt meg kell szüntetni. Ilyen fura nyálkás állaga van, ami nem is nagyon akar megszáradni, meg mondom, nem nagyon csinál semmit a pattanásaimmal. Most a múltkor a Müllerben vettem egy ilyen teafa valami ecsetelőt, vagy az is egy ilyen kis zselészerű valami, úgyhogy most abban reménykedem, hogy ez beválik, de ez nekem semmit nem csinált a pattanásokkal. Térjünk a porás sminkekre. Itt az első, amiről beszélni fogok nektek, az a Catrice, ha jól emlékszem, Contourious Limited Edition, tehát ez egy ilyen limitált kollekciónak volt a tagja. Mégpedig egy ilyen highlighter, pirosító, bronzosító arcpaletta, ami tulajdonképpen nagyon jó is lehetne, de egyszerűen elkezdett egy ilyen kemény, fényes réteg kialakulni a felületükön. Emiatt minden használatnál egyre nehezebben vesz fel belőle az ecset, tehát ahhoz, hogy megfelelően tudjam használni, először le kell kapargatnom ezt a kemény felületet, és akkor úgy tud ugye fölvenni belőle megfelelő mennyiséget az ecset. Egyébként a színek jók lennének, a pirosító az kifejezetten tetszik, a kontúrozó szín is egy ilyen hidegebb szín, tehát szépen lehet vele kontúrozni, de ez, hogy így megkeményedik a tetej, és akkor kapargassam le minden használat előtt, ez nekem nem. A következő az két NYX termék lesz, és szeretném előre elmondani, hogy szerintem a NYX-nek szuper smink termékei vannak, tényleg nagyon jó minőségűek, de sajnos ott is bele lehet futni néhány olyan dologba, ami nekem személy szerint nem vált be. Ilyen például a Dreamcatcher paletta, ez a Golden Horizons árnyalat. Alapvetően egy ilyen semlegesebb Natura paletta. Egyetlen gondom van vele, hogy egyszerűen alig pigmentált. Egyetlen szín van benne, ami jól pigmentált, vagy hogy tényleg van színe, az ez itt. Ezt meg is mutatom nektek. Szóval ez így néz ki. Ez úgy látszódik. De a többi az egyszerűen, hát most megmutatom nektek. Ez a lila. Hol a lila? Ott van a lila. Fölkenem, és így alig látszódik belőle valami. De nem csak ennél. Itt is van egy. Tehát, hogy annyira gyér a textúra, foltos, porol, és alig látszanak, tehát azért így megnézitek őket a palettában, itt vannak azért viszonylag sötétebb színek, ez a lila is, meg ez is, de egyszerűen szanaszét kell lépítgetni őket, hogy valami látszódjon belőlük a szemhéjon, de ugye közben meg porolnak, meg darabosak, foltosak, nem terülnek szépen, és tényleg nekem ez egyszerűen kevés, pedig amúgy tök jó kis paletta lehetne, mert tényleg szép színek vannak benne, de nekem nagyon nincsen rendben sem a textúra, sem a pigmentáltság, úgyhogy szerintem inkább a NYX-től vegyetek valami jó kis monoszemhéjpúdert, többet is, de ez a paletta, ez nekem nagy csalódás. A másik NYX termék, amiről szeretnék beszélni, az a NYX Illuminator a 01-es Narcissistic árnyalatban, ez egyébként ilyen dobozban van eredetileg. És ezt, amikor először megláttam, hát teljesen oda voltam, hogy úristen, milyen gyönyörű, ilyen barack színű, ilyen színű highlighterem még nem volt, úgyhogy nagyon-nagyon megörültem neki, és emlékszem, amikor először felkentem, hát én igazából ilyen highlighterként tettem föl ide az arc legmagasabb vagy legkiemelkedő pontjára, a pirosító fölé, és még így bennéztem, és hogy úristen, milyen szép fénye van, és kimentem az utcára, és azért így néha, amikor kimegyek az utcára, szoktam természetes fényben is csekkolni a sminkemet. Sütött a nap, és így azt láttam, hogy csillám, ebben csillámok vannak. És én nem szeretem a csillámos highlightereket, én azt szeretem, aminek egy ilyen gyönyörű, egyenletes, vizes fénye van, de a csillámok nekem egy highlighterben, sorry, de nem. És a másik, ami nem tetszik benne, az az, hogy amikor elkezd kopni, akkor ez a barackos szín meg a fény ez így elkopik,
de a csillagok ott maradnak. Pedig annyira akartam szeretni, és annyi, de ez, hogy egyébként, ha így megnézem a, itt a kis tégelyben, így is látszódik, hogy aranyszínű csillámok vannak benne, szóval nem tudom, hogy ezt annó miért nem vettem észre, de hát mindegy. Aki szereti az ilyesmit, annak biztos, hogy be fog jönni, de nekem ez totál felejtős. Már csak azért is, mert ezek a csillámok tök jól ki tudják emelni a pórusokat, meg a bőrhibákat, meg tudjátok, szóval inkább hagyjuk. Most két Maybelline termék következik. Az egyikről a múltkori újdonságos videóban már volt szó. Ez a The Colossal Volume Express Spider Effect szempillaspirál, aminek nagyon kis, érdekes, már-már extrém keféje van. Az egyik felén itt konkrétan nincsenek sörték, és a másik felén is így a vége felé egészen picire összemennek a sörték, tehát gyakorlatilag alig van, hogy megfogja a szempillákat, és nekem pontosan ez a bajom vele, hogy én az olyan szempilla spirálokat szeretem, aminek van rendesen sörtéje, ami elkapja a szempilláimat. Nekem igazából ezek váltak be, mert azért viszonylag sok szempillám van, és ezek az ilyen kis hiányos sörtéjű kefék, ezek összetapasztják sajnos az én szempilláimat, meg összesomósodik rajta a festék. Rájöttem, hogy én nem szeretem az ilyen nagyon extrém, nagyon kitalált szempillaspirál keféket, én a jó kis hagyományos, végig van sörte, mindegyik oldalán, mindenhol, ami jól elkapja a pillákat, na én azokat szeretem, úgyhogy ez nekem ez egyáltalán nem jött be. A másik Maybelline termék, ami sajnos szintén nem igazán lett a kedvencem, az a Master Contour V by Face Studio. Egyik felén van egy világos szín, ezzel lehet ugye kiemelni, másik felén pedig van egy sötétebb szín, ezzel lehet ugye kontúrozni. Ezzel az a gondom, hogy mivel ugye gyakorlatilag egy stiftben van a két szín, így amikor az egyik fele elkezd tompulni, vagy úgy egyáltalán a hegye elkezd tompulni, akkor amikor mondjuk viszem fel a világosabbik szint, óhatatlanul is kerülni fog oda a sötétebbikből is, illetve fordítva is. Tehát amikor a sötétebb szint viszem fel, és kicsit már kopik jobban, akkor a világosból is kerülni fog oda. Tök jó ötlet volt egyébként ez a kis kontúrozó stick, de szerintem inkább külön kellett volna megcsinálni, tehát külön egy kontúrozó stick, meg külön egy highlighter stick. Sajnos nekem ez a kettő az egyben formátum nem vált be, mert tényleg egy idő után elkezd összekeveredni a két szín, és így az egész elveszi a lényegét. A következő az megint egy szempillaspirál, ez a Love Cosmetics The Forbidden Dramatic Volume Mascara. Valamivel hagyományosabb keféje van, mint az előbb mutatott Maybelline szempillaspirálnak, de mégis ezzel is hasonló problémái vannak, ugyanis ennek meg így a közepén láthatjátok, van egy ilyen lyuk gyakorlatilag a középső részen, ahol nincsenek sörték. Ez nagyjából pont a szempillám közepére esik ez a rész, úgyhogy ott nagyon szépen összetapadnak a szempilláim, mert egyszerűen ott nincs semmi, amiben beleakadjanak. Hát ezzel is összegavajodnak a szempilláim, meg összecsomósodik a festék, úgyhogy trükközgetni kell, hogy az ember tényleg szépen eloszlassa. És a végére három L'Oréal termék maradt, amikkel egyébként készítettem egy sminket néhány videóval ezelőtt, ezt majd belinkelem nektek itt fönt, illetve lent is, így ahogy többet használtam őket, így bebizonyosodott, hogy tényleg nem nekem valók. Az egyik az a L'Oréal Nude Magic CC krém, ez az anti-redness, tehát a pirosság elleni változat, ami ugye arra szolgál, hogy semlegesíti a piros részeket az arcbőröm. Na most nekem ezzel az a bajom, hogy egy, nem semlegesíti a pirosságot az arcbőrön, mert ugye ez csak addig zöld, amíg kinyomod, ahogy elkezded eldolgozni, átvált bőrszínre, de igazából nem is bőrszín, mert hogy ennek ilyen konkrétan narancssárgás színe van, és nem is igazán van fedése. Jó tudom, hogy egy CC krém az nem egy alapozó, de azért vannak már olyan CC krémek, amiknek nagyon jó fedése van, na hát ez nem tartozik közéjük, úgyhogy ez nekem sajnos több szempontból sem vált be. Az utolsó előtti termék az a L'Oréal Brow Artist Maker szemöldök ceruza, ez a 02-es Cool Brunette árnyalat. Ennek ugye az egyik felén van egy ilyen waxos szemöldök ceruza, a másik felén pedig van egy ecset magával, ezzel a szemöldök ceruzával nincsenek problémáim, bár ugye ennek is, hogyha elkezd kopni a hegye, akkor azért már nehezebb vele precízen dolgozni. Persze ki lehet hegyezni, de azért szerintem ez egy picit pazarlás, hogyha ezt a fajta ceruzát az ember elkezdi hegyezgetni, szóval ez sem tökéletes, de azt nem értem, hogy a másik felére miért egy ilyen duci ecsetet tettek? Még itt a sűrűbb részeken el lehet vele dolgozni a festéket, de itt a szemöldök végénél, ahol már egészen elvékonyodik a szemöldökünk, ott egy ilyen duci ecset, hát azért csúnyán bele lehet rondítani a dolgokba,
Jó, persze tudom, lehet más ecsetet is használni hozzá, de ez majdnem olyan, mint egy ilyen kis, nem tudom, smoky eye ecset. Inkább tettek volna rá esküszöm egy kefét, amivel átfésül az ember, és akkor tök jó lett volna, de ezzel az ecsettel ez nekem nem. És végül, de nem utolsó sorban, a L'Oréal, fogalmam sincs, hogy milyen névre hallgató szájfénye, csak annyit tudok róla, hogy ez a 601-es Nude Ballet vagy Nude Ballet árnyalat, ami egyébként egy nagyon szép nude szín, bár nem nekem, mert hogy nekem ez nagyon sápasztja a számat, és valahogy olyan élettelennek tűnök tőle, én ennél sötétebb nude színeket szoktam használni, de mondjuk a szín az egy dolog. Viszont ennek, kifejezetten ennek az árnyalatnak valami gond van a textúrájával. Emlékszem, hogy amikor a videóban is fölkeltem a számra, egyszerűen tragédia volt, ahogy kinézett az ajkaimon, kiemelt minden kis ráncolt, minden kis szárazabb részt, ragacsos is volt, fura is volt, nem mutatott szépen a számon egyáltalán, pedig hát azért a szájfények, tudjátok, van egy fénye, van egy csillogása, és az úgy elfedi talán a kisebb tökéletlenségeket az ajkakon. Úgyhogy ezt az árnyalatot egyáltalán nem szerettem, viszont van egy másik árnyalatom is belőle, és ez tök jól működik. Szóval úgy látszik, hogy az árnyalatok között is lehet valami különbség, mert hogy ez nálam egyáltalán nem működik, és egyáltalán nem jött be. Ezzel is folytak a termékek, amik mostanában nem váltak be nekem. Mindenképpen írjátok meg kommentben, hogyha ti már próbáltatok valamit ezek közül. Írjátok meg azt is, hogyha bevált és imádjátok, de írjátok meg azt is, hogyha nektek sem vált be valami miatt, akkor egy picit megnyugszom, hogy akkor nem csak velem van a gond, de természetesen simán lehet, hogy ezek között vannak kedvenceitek, ami tök jó, és nagyon örülök neki. Hogyha tetszett ez a videó, akkor ne felejtsétek el lájkolni, illetve kommenteljetek és iratkozzatok fel a csatornára, mert annak mindig nagyon-nagyon örülök. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, legyen szép napotok, sziasztok!